Sziasztok, milyen tisztelt hölgyeim, illetve uraim! Világos vagyok, és hát... madárcsicsergő szép jó reggelt kívánok minden kedves nézőmnek! És hát hosszú idő után újra itt vagyunk, és a mai videónak az apropója az az, hogy... tehát kezdjük a nyilvánvalóval, először is, amint látjátok, másfél év után újra sikerült elérnem a bűvös 480 pontot, ami a nagymester pajzsot jelenti. Tehát újra piros jelvényes vagyok. Na srácok, a mai videó egy kicsit rendhagyó lesz az előzőekhez képest, ugyanis a mai videó az egy ilyen kérdez-felelek felépítésű lesz. A mai videóban a leggyakoribb, az általatok feltett leggyakoribb kérdésekre, illetve bizonyos embereknek a vágyaira fogok reagálni. Mielőtt belekezdenénk, először kérlek, iratkozz fel a csatornára, illetve lájkold a videót, amennyiben úgy gondolod, és ezáltal nekem segíthetsz, hogy minél több emberhez eljusson a videó. Ehhez egyébként te a Google Mail-es e-mail címet kell csinálni, és a Google Mail-es e-mail címmel regisztrálni kell YouTube-ra, belépni a regisztrált nickkel, és akkor így tudsz lájkolni, illetve feliratkozni a csatornára. Jó, tehát először is az első kérdés az az, hogy biztos észrevetted, hogy eltűntem egy időre, abba hagytam a videót. Tehát gyakorlatilag, hogy miért tűntem el, illetve, hogy miért nincs egy ideje már amőbás videó. Hát először is azt tudnotok kell, hogy én az utóbbi tanévben a Pannon Egyetemen tanultam gazdasági szakfordítónak, és hát nagyon erősen a záróvizsgámra készültem ezzel, illetve szakdolgozatot írtam, stb. És hát az egyetemi tanulmányok miatt mostanság nem nagyon volt időm amőbás videókat készíteni. Egyébként a diplomaosztóm az most volt bő egy hete, július 2-án, és hát emiatt nem igazán jutott időm amőbás videókat feltölteni. Hát igazából ezért tűntem el. Következő kérdés, azt mondja, hány éves vagy, mi a végzettséged? 29 éves vagyok. A végzettségemet tiltató kérdésre egy kicsit trükkös válaszolnom, ugyanis srácok, én egyáltalán nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy azt mondom nektek, hogy nézd, ugye három egyetemet végeztem, és én ezért vagyok itt is nagymester. Tehát ez nem igaz. Én úgy gondolom, hogy az iskolázottság, illetve az amőbában tanúsított játékerő között nincs összefüggés. De például egyébként, aki szokta nézni a videóimat, és aki szereti a stílusomat, az tudja, hogy én egyébként elsősorban sakkozó vagyok, versenysakkozó, és másodsorban amőbázom. És egyébként képzeljétek el, hogy sakkversenyen előfordult, hogy azt hiszem két éve nyáron az egyik versenyemen előfordult, hogy két sráctól körülbelül 20 lépés alatt kaptam ki, de úgy, mint egy amatőr, tehát úgy megvertek, mint egy amatőrt, majdnem a könnyem is kijött sakkban, és hát a partik után beszélgettem a srácokkal, és képzeljétek el, hogy mind a kettőjük bolti alkalmazott. Tehát gyakorlatilag annak ellenére, hogy diplomás vagyok, úgy megvertek sakkba, hogy majdnem a könnyem kijött. Tehát ezért gondolom azt, hogy iskolázottság, illetve az amőbában tanúsított játékerő között nincs összefüggés, bárki képes nagyon magas szintre is akár eljutni az amőbában. De hogy a kérdésre válaszoljak, közgazdász vagyok, angol szakos bölcsész, illetve gazdasági szakfordító. Igen, közben itt a székem önálló életet kezdett el élni. A
Következő kérdés, amit feltettetek, hogy miért csak kispontúakkal játszol, illetve, hogy sokan arra hivatkoztak, hogy az infomban ez szerepel. Miért játszok kispontúakkal? Hát na már most! Itt van egyébként az infom. Azt tudnotok kell, hogy én 300 pont alatt nem szoktam játszani. Tehát 300 pont alatti játékosokat nem szoktam kihívni. Akkor gyakorlatilag, tehát ennek ellenére ugye az infomban láthatod, hogy bizony szerepel jó néhány 300 pont alatti játékos is. Tehát az a helyzet, hogy én 300 pont alatti játékosokat nem nagyon szoktam kihívni. Valójában az történik, hogy ők hívnak ki engem. Tehát ha az egyik nézőm hív ki, akkor azt általában el szoktam fogadni. Tehát ha kihívást kapok, akkor azt általában el szoktam fogadni, és ezért látod azt, hogy mondjuk 160, illetve 117 pontos játékosokkal is játszom, de ez direkt azért van így, mert ők hívtak ki engem, és nem én őket, és elfogadtam egyébként a kihívásukat. De egyébként, ha az infómat megnézed, egyébként ez az infó mai, ha az infómat megnézed, akkor láthatod, hogy 10 meccsből egyébként 6, tehát 10 meccsből 6, az vagy mesterek, vagy szakik ellen játszottam. Tehát itt szó sincs arról, hogy én többnyire, nálam sokkal gyengébb játékosokkal játszom. Nem, ez nem igaz. Viszont, hogyha kapok egy kihívást, akkor azt tiszteletből el szoktam fogadni. A következő gyakori kérdés, hogy progizok-e? Na most, nyilván, hogyha erre a kérdésre úgy válaszolnék, hogy azt mondanám, hogy nem, akkor nyilván ez olyan, mint a szarnak adtam volna egy pofon, tehát aki nem akarja elhinni, az akkor sem fogja elhinni. Viszont, hogyha megnézzük az infómat, és egyébként akkor egyrészt az infóban itt láthatod, hogy az én nickem ez a világos 2, amivel most nagymester vagyok, ez egy 2019-es nick. Ha megnézzük egyébként a győzelmi-vesztési arányomat, ezt egyébként úgy kapod meg, hogy a győzelmeket meg a vereséget összeadod, és akkor a győzelmek meg a vereségek együttes összegét osztod a győzelmek számával. Akkor egyébként ebből az jön ki, hogy nekem a győzelmi vesztési arányom az 59% ezen a világos kettőnéken. Tehát ez egyébként nem kiugróan magas, ha valamilyen úton módon megnézted a győzelmi vesztési arányomat, ami egyébként nyilvános volt akkor, amikor előfizető voltam a ranglistában, akkor egyébként az jön ki, hogy nekem a győzelmi vesztési arányom az ilyen 55, illetve 55 és 65% között váltakozik. Most gyakorlatilag ez az 59% mit jelent? Gyakorlatilag ez körülbelül azt jelenti, hogy én 10 meccsből 6-ot általában meg szoktam nyerni. Tehát 10 meccsből 6-ot meg szoktam nyerni. Ez ezt jelenti, ez az 59%. Na most ha viszont ebbe belegondolsz, akkor rá kell gyere, hogy az 50%-os győzelmi arány az azt jelenti, hogy 10 meccsből a delikvens 5-öt megnyer, 5-öt meg elveszít. Na most, hogyha ennél alacsonyabb lenne a győzelmi vesztési arányom, akkor nyilvánvalóan nem nagyon lehetnék nagymester. Mert akkor azt jelenti, hogy 40%-os győzelmi arány az azt jelenti, hogy 10 meccsből csak 4-et tudok megnyerni. Nyilván akkor ugye nem lehetnék nagymester, tehát a lényeg az, hogy 60%-os a győzelmi vesztési arányom, azt jelenti, hogy 10 meccsből 6-ot megnyerek általában. Igazából ez ezt jelenti. Semmi többet. De nyilván, hogyha erre nem lennék képes, akkor nem lehetnék nagymester. Ez egyébként nem kiugróan magas győzelmi vesztési arány. Egyszerűen ez szerintem egy teljesen normális. Ha mondjuk valakinél 90%-os a győzelmi vesztési arány. 90%-os azt jelenti, hogy 10 meccsből 9-et mindig megnyer. Na, a progis játékosnak a legnagyobb
legbiztosabb ismertetőjele az a rendkívül magas győzelmi vesztési arányszám. Tehát mondjuk ilyen 90% vagy a fölötti. 90%-os győzelmi arány azt jelenti, hogy az illető 10 meccsből 9-et mindig megnyer. Ez nálam körülbelül 60%, 10 meccsből 6-ot megnyerek, ez nem, egyáltalán nem magas győzelmi vesztési arányszám. Tehát ebből is lehet egyébként látni ezt a dolgot. Jó, tehát igazából a kérdésre, hogy progizok-e, a nyilvánvaló válasz az, hogy nem. És egyébként nincsen jelem. Nyilván, ha progiznék, ez 2019-es nick, majdnem lassan 2 éves nick, nyilván nem tudnám ennyi ideig elrejteni a jelet sem. Következő kérdés, hogy miért vagy néha bunkó másokkal? Meg úgy is szokták kérdezni, hogy én miért bántok másokat. Na most, srácok, azt tudnotok kell, hogy gyakorlatilag az amőbában, ezen a szerveren nagyon gyakori jelenség az, hogy bizonyos emberek a közösben összeszólalkoznak egymással, nem értenek egyet valamiben, stb. De és egyébként ez így van jól, tehát nem jelenti azt, hogy velem mindig, minden egyes esetben egyet kell érteni. Mindenkinek lehet saját véleménye, mindenki gondolhatja úgy a dolgokat, ahogyan szeretné. Viszont amit én nagyon nem szeretek, az, hogy azt vettem észre, hogy itt ezen a szerveren vannak olyan emberek, akik úgymond ilyen hangadók. Tehát gyakorlatilag van az ember, van a bizonyos delikvensnek valamiről egy adott véleménye, és ezt az adott véleményt gyakorlatilag az ő haverjai mindig, minden esetben megtámogatják. Tehát gyakorlatilag, amikor azt látod, hogy mondjuk előfordul az, hogy én kiborulok közösben, és hát sajnos előfordul az, hogy néha tényleg bunkó vagyok közösben, akkor az általában azért van, mert az oké, hogy az illető valaki velem nem ért egyet valamiben, ehhez megvan szíve joga. Viszont azt elvárom, hogyha valamilyen álláspontja van, akkor azt legyen képes érvelni a saját álláspontja mellett, és ne azért álljanak ki egyes emberek egy bizonyos ember mellett, mert mondjuk az illető haladó játékos az mondjuk nagyon népszerű, és innentől kezdve bármit mond az illető, neki csak azért van igaza, mert ő az ő személye mondott valamit, és ezért bevédik. És igazából az illető mondhat akármilyen baromságot, mert a haverjai be fogják védeni. És ez az, ami sajnos nekem nem tetszik. És ezért van az, hogy néha sajnos úgy tűnik, mintha bunkó lennék másokkal, néha ezen tényleg kifakadok és kiakadok. Mert nem szeretem ezt, amikor valaki nem képes észérvekkel érvelni, de a haverjai bevédik, és akármilyen baromságot mondhat. Ezt nem szeretem, ezért szokott nagyon néha ez előfordulni. A következő kérdés, amit feltettetek, hogy tiltottál-e valakit már a csatornádon? Tehát ez a kérdés arra vonatkozik, hogy a YouTube csatornámon tiltottam-e le valakinek a hozzászólási jogát elvettem-e. Tehát gyakorlatilag ez arról szól, hogy korlátoztam-e valakinek a hozzászólását a csatornámon. Erre a kérdésre a válasz, hogy igen, tehát ilyen megtörtént, azonban ez mindösszesen 2-szer történt meg. Na most amikor, tehát valakinek letiltom a jogát, hogy a videóimhoz hozzászóljon, ahhoz annak mindig jó oka van. És általában ennek az az oka, ha tiltok valakit, hogy az illető általában valami nagyon durva személyeskedő kérdést, illetve szemét stílust valósít meg velem szembe. Tehát erre, hogy csak egy példát mondjak, előfordult, hogy egy ilyen profi amőbás játékos. Na most egyébként tudjuk, hogy az itt játszó, ezen a szerven, a Fly or Die szerven játszó játékosok nagy többsége, azért ő nem egészen profi játékos talán, tehát azt jelenti, hogy nem versenyszerűen játsza az amőbát.
Viszont vannak nagyon erős profi játékosok, aki világbajnok jelölt volt, meg stb. És előfordult, hogy a nagyon profi játékos olyan szinten szólt hozzá a csatornámhoz, hogy sugárzott a hozzászólásából a rossz indulat. Tehát sugárzott a hozzászólás, a gyerek hozzászólásából a rossz indulat, és na ekkor előfordult az, hogy az illetőt letiltottam. Belekötött pár dologba, a másik dolog meg az, hogy egy olyan dologba kötött bele konkrétan, hogy kritizálta az egyik nyitásomat, amit egyébként pont, hogy őtőle néztem el, tehát igazából ez volt az egészben a kicsit vicces, hogy őtőle néztem el a nyitást, majd ezt gyakorlatilag rossz indulatúan belekötve provokálta a csatornát. Tehát igazából akkor tiltok valakit, hogyha azt látom, hogy a hozzászólásának az oka nem egy értelmes, logikus vitának az indítása, hanem egyszerűen az, hogy az illető szemét akar lenni. Na ekkor tényleg elveszem a hozzászólásának a jogát, ekkor tiltok valakit, egyébként nem. Tehát azért nem szoktam valakit tiltani, mert az illető véleménye eltér az enyémtől. Jó, azt mondja, menjünk tovább. Van egy olyan vád, amit egyébként épp a mai napon fogalmazott meg egy játékos, hogy minden piros csaló, és így nem lehet játszani. Fogalmazta meg, azt hiszem, az egyik zöld színű játékos. Azt állította, tehát a piros játékosok alatt szerintem ő a Grandmaster, tehát ő a nagymestereket értette. Az illető szerint minden piros pajzzsal rendelkező játékos csaló, és így nem lehet játszani. Na most, gyakorlatilag igazából erről azt gondolom, hogy aki itt a piros jelvényt képes elérni, vagy mondjuk egy jó erős mester szinten van. Nagyon gyakran kaptam meg ezt a vádat, hogy azért, mert az ember nagymester, akkor ő ezt biztos úgy ért el, hogy csal, hogy valamilyen meg nem engedett eszközt használ. Tudjátok, igazából nekem erről az jutott eszembe, hogy anno a volt sakkvilágbajnok Garry Kasparovtól egyszer egy amatőr tanítványa megkérdezte azt, hogy gyakorlatilag ő hogyan képes ennyire jól játszani, és hát ő hogy ilyen erős játékos, meg minden. És Kasparovot is, a lényeg az volt, hogy Kasparovot is megvádolták azzal, hogy ő csal, hogy ezt csinálja, azt csinálja, és gyakorlatilag az volt a történet lényege, hogy Kasparov azt mondta, azt egyszer sem kérdezte meg a vádló, hogy én hogyan érem el azt, amit elérek, hogy én hogyan vagyok képes 480 pontot elérni, hogy Kasparov hogyan képes kiütni a legtöbb ellenfelét. Tehát igazából soha nem kérdezte meg azt, hogy ő milyen taktikákat alkalmaz, milyen megnyitásokat használ, miből tanult megjátszani, és legtöbbször még az erőt és az energiát sem tette bele a tanulásba az illető, de akkor, amikor egy tanulási folyamat eredményeként az ember elér egy elég magas szintet, akkor gyakorlatilag ugye megjelennek az irigyjátékosok, akik nem hajlandók beletenni sem az energiát, semmilyen erőfeszítést a tanulásba, nem hajlandóak fejlődni, és gyakorlatilag ennek az eredménye, hogy megrekednek egy bizonyos szinten. A másik legtipikusabb dolog meg az szokott lenni, hogy az illető játékos, aki tipikusan mondjuk, most nem akarok senkit egyébként ezzel megbántani, mondjuk, hát ne adj Isten, mondjuk 90 pontja van, vagy 100 pontnál nem tud többet elérni, ennek sokszor az oka, hogy egyszerűen az illető nem hagy fel a rossz stratégiával. Tehát az illető nem tanul, nem fejlődik, és ezért gyakorlatilag nem is képes mondjuk 100 vagy 150 pontnál többet elérni, egyszerűen, vagy egyszerűen teljesen rosszat lép, és nem képes a hibáiból tanulni. Tehát ez a vád, hogy minden piros csaló, ezt kikérjük magunknak minden nagymester nevében, így igenis lehet játszani, csak valószínű, hogy itt arról van szó, hogy esetleg
a nagymester tud olyan taktikákat, és olyan jól bevált kezdéseket tanul, ami mondjuk rögtön egy nagyon erős kezdő pozíciót eredményez. Egyébként én is, egyébként szakkönyvből tanultam rendkívül sok stratégiát, illetve lépés sorrendet. Következő kérdés, hogy mi a legnagyobb erősséged, illetve mi a legnagyobb gyengesége? Tehát mi az erőssége, mi a gyengesége? Hát gyakorlatilag a YouTube csatornámat illetően szerintem, ami nekem a legnagyobb gyengeségem, az, hogy sajnos én néha iszonyatosan képes vagyok magamat felhúzni mások hülyeségein. És ezt sajnos néha a közösbe is kiírom. És én azt gondolom, hogy nem kellene néha ennyire felhúznom magam azon, hogy egyesek hát ennyire szóval meggondolatlanok, és nem kéne, hogy ezen tomboljak a közösben. Tehát nekem ebben kell fejlődni, hogy valahogyan ezt el tudjam kerülni, ezt a fajta kifakadást. Ebben kellene fejlődnöm. A legnagyobb gyengeségemnek ezt tartom, hogy gyakran kifakadok a közösben is, és ez nem tesz jót sem nekem, sem a csatornának. Amiben a legjobb vagyok, az szerintem talán az előadás módom lehet. Sokak szerint közérthető vagyok, könnyedén, megérthető módon képes vagyok elmagyarázni sok mindent. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a tudásomat képes vagyok könnyen és közérthető módon előadni. Illetve, ja igen, ez a legtipikusabb. Tehát nagyon sokszor megvádoltak már azzal, hogy a stílusod kioktató, illetve okoskodó. Tehát ezt a vádat már nagyon sokszor megkaptam, hogy a videóim során az előadási stílusom az kioktató, illetve okoskodó. Na most én először is ezzel engem nyugodtan lehet vádolni, hogy a stílusom kioktató. Viszont azt elvárom, hogy amennyiben megvádolnak valamivel, akkor ez a vád megalapozott legyen. Na most kérdezem attól, aki így gondolja, hogy ő egészen pontosan mit ért a kioktató stíluson. Tehát egészen pontosan mit jelent ez az okoskodó kioktató stílus? Ez konkrétan miben nyilvánul meg? Ezt nyugodtan akár a komment szekcióba is le lehet írni. Na most arra szeretném felhívni a figyelmet. Az nem kioktatás, hogyha állítok valamit, majd az állításomat logikus érvekkel alátámasztom. Bocsánat, ez nem kioktatás, ez a normális vitának a menete. Tehát minden vita így kellene, hogy lezajlon, hogy a felek, hogy a szemben álló felek tesznek egy állítást, és az állításokat példákkal, illetve logikus, követhető érvekkel támasztják alá. Ez nem kioktatás, hanem ez a vitának a normális menete. Csak hogy egy példát mondjak erre, képzeljétek el, hogy mondjuk azt mondom, hogy amerikai közgazdász professzor előadást tart a 2008-as világválság hatásairól, mondjuk arról, és a professzor azt állítja az előadáson, hogy a 2008-as világválság oka az amerikai bankszektor elhibázott tőkeszerkezetével magyarázható. Tehát a professzor azt állítja, hogy a 2008-as világválság az amerikai bankok rossz tőkeszerkezetében gyökeredzik. Ennyit mond a professzor, semmi többet. És akkor megkérdezi tőle mondjuk egy doktorandusz, hogy de professzor úr, kifejteni, hogy miért gondolja így? Válasz, csak mert ez így van. Na most kezdjétek érteni, hogy itt miről van szó, srácok. Tehát, hogyha ha professzor állít valamit, de az állítását nem képes egy tudományos vitán érvekkel, logikus, jól követhető, belátható érvekkel alátámasztani,
akkor az ő állítása lóg a levegőbe, és senki nem veszi komolyan. Tehát látjátok, itt pontosan erről van szó, hogy én, amikor beszélek valamiről, állítok valamit, akkor én az állításomat elvárom saját magamtól is, de másoktól is, hogy az állításomat mindig érvekkel, logikus érvekkel, jól átlátható érvekkel támasszam alá, mert ettől vita a vita. És ez nem kioktatás, tehát srácok, ez nem kioktatás, az én előadás módszerem az nem kioktató, hanem pontosan arról van szó, hogy ha állítok valamit, akkor azt általában mindig logikus, jól követhető érvekkel támasztom alá. Na, hát akkor így mára körülbelül ennyit szerettem volna. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornára, lájkold a videót, ne felejtsd el, hogy ehhez egy Google Mail-es regisztrált e-mail címe lesz szükséged, amit a YouTube-ra külön be kell regisztrálnod. Ha tetszett a videó, akkor ezt egy lájkkal, illetve a feliratkozásoddal jelezheted számunkra. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor, hogyha ez a videó hozza a mondjuk minimum 500-as nézettséget, akkor majd csinálok egy következőt is. Köszönöm szépen a figyelmet, világos voltam. Sziasztok!